Szeretettel köszöntök mindenkit az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára rendezett ünnepségünkön. Külön tisztelettel köszöntöm dr. Harrak Péter képviselőurat, körzetünk országgyűlési képviselőjét, Vitter Mária politikus, országgyűlési képviselőasszony, Spiga Háltán Lászlót, községünk polgármesterét, Makkos Lászlót, Váznoka polgármesterét, és az önkormányzati képviselőtestület jelenlévő tagjait. Ünnepségünk elején énekeljük el a hímnuszt. Sokan nem értik, hogy mi az a szabadság, de abban benne van, ha
felelősség, a kötelesség, a rend, mint ahogy a közösség szabadsága is valahogy így épül fel. De amikor a nemzet szuverenitásáról beszélünk, akkor akarva, nem akarva eszünkbe jut a jelen, mert minden korban meg kellett küzdeni a szabadságunkért. Ma is meg kell. És amikor ezt a küzdelmet vívjuk, akkor erőt jelent számunkra az a példa, amit az 56-osok nyújtottak nekünk, azok a hozzánk hasonló emberek, akik mégis képesek voltak arra, hogy hőssé váljunk. Hát ezt a példát szeretnénk mi megélni, és továbbadni a gyerekeknek, hogy Magyarország történetébe, a nemzetünk életébe 1956 eseményei, személyei és szellemisége olyan mélyen nyomot hagyjon, hogy az formálni tudja a jelenünket és a jövőnket is. Köszönöm a figyelmet. Vitter Mária az 1956-os forradalmi szabadságharc emblematikus alakja. Az 1956-os forradalom idején szabadságharcosként a Körvin közben és a Vajdonyi utcában tevékenykedett. Segítkezett a sebesültek ellátásában, fegyveres összetűzésekben is részt vett. 1956. november 4-én a szovjet invázió során az Üllői úton aknarepeszektől megsérült. Az 1956-os megtorlásból hára később életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték. 200 napot töltött börtönben halálra ítéltként, a másodfokú bíróság azonban 1959-ben életfogytiglanra változtatta az ítéletet. 11 év fogság után 1970-ben szabadult nemzetközi nyomásra. Az ország a rendszerváltás után ismerhette meg a nevét. A 2006-os és a 2010-es országgyűlési választásokon parlamenti mandátumot szerzett, 2006 és 2010 között az Országgyűlés Foglalkoztatási és Munkaügyi Bizottságának volt tagja. A 2010-es választásokat követően az Emberi Jogi, Kisebbségi, Civil és Vallásügyi Bizottság tagja lett. Felkérem, hozza meg velük ünnepi gondolatait. Tisztelt együtt emlékező kedves gyerekek! Azt hiszem, hogy ez a mai emlékezés sokkal inkább nektek szól, mint az idősebb korosztályok. Mi már átéltük. Átéltük a félelmet, átéltük a terrort, aminek következménye lett az 1956-os forradalom. Nem akartunk megszállás alatt élni. Nem gondolkodtunk akkor, amikor a barikádon találkoztunk, ifjak, középkorúak, idősebbek és tizenévesek. Olyan tizenévesek, mint köztetek is vannak sokan. Szabadságot akartunk. Lélegezni akartunk, mert megfulladt az ember a terrorral. És akkor, amikor az ember kiment a barikádra, úgy érezte, hogy ott a helye. Ott a helye a közösségben, a többiek között. Akkor nem gondolta halálra. Nem gondolta arra, hogy ebben meg is lehet halni. De ott voltak példaképként számunkra az 1848-as hősök, mártírok. Aztán a világ legnagyobb hadserege leverte a forradalom. És megkezdődött a megtorlás. Bár első időszakban azt mondták, hogy forradalom volt. Aztán egyszer csak ellenforradalom lett. És mi lettünk a csőcselék? A hazárnyék. És ezzel az árnyékkal kellett élni 33 évig. Aztán 89-ben, amikor először emlékezhettünk 56-ra,
akkor mi emlékezzünk ott a parlament lépcsőjén? Kónai előtt, Krassó Gyuri, már én nem tudom. Ódersovszki Gyula, ő is elmúlt. Rácz Sándor, és jó magam. És akkor eszembe jutott a börtönben olvasott Viktor Pol könyve, a nyomorúta. Talán nem is figyeltem volna fel erre a mondatra, erre a gondolatra, ha nem lettem volna halálra ítélve. De mélyen belejött a lelkembe Viktor gondolata. A halál az Isten dolga. Mi jogon nyúlnak emberek ehhez az ismeretlen valamilyen? Aztán ennek a párhuzama. Amikor megszületett a gyermekem, Vácon, Kondér agyújtus azt mondta, hogy csodálatos dolog életet adni. Irigylem a nőket, mert erre a csodára csak ők képesek. És ennek a párhuzamára építettem föl a beszédemet, aminek a végén mi lehetett? Egy Petőfi vers címet adtam a nép nevében. A nép nevében ítéltetek. Mondtátok ti. A nép nevében ítéltétek halálra a nép fiai. A nép nevébe kreáltatok hazug vádakat. A nép nevébe mondtátok komoran. Halál. 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 És a boldogtalan nép vettört szívvel síratta meg ő fiát. Ki volt hát a nép? Kérdezem. Kinek nevében ítélkeztetek? Hiszen az ítéleteket mindig úgy mondták ki a nép nevében. És ma mi emlékezünk a nép? Emlékezünk azokra, akik ma már nem lehetnek velünk. Emlékezünk azokra, akiket életünkben meggyaláztak, holtunkba, megalázva, arccal lefelé fekszenek, még mindig összedolgozunk. De az igazságukat, az ő igazságukat nekünk, a túlélőknek kell visszaadni, kiharcolni és elmondani. Hiszen akkor, amikor egyedül maradtam a síralomhálóban, amikor elvitték a társamat kivégezni, akkor megesküdtem, ha valaha az életben módom lesz rá, én nem hallgatok. És ma, 60 év után visszajönnek arcok, nevek, események. És emlékezünk. És ami a legcsodálatosabb, hogy október 23-án annak a kis fiatal doktornőnek, Tóth Ilonának, aki summa cum laude végzett az egyetemen, holnap után felavatjuk a szülőházát, a múzeumot. Akik a legnagyobb gyalázatban ítéltek el, koncepciós felben. Soha nem volt gyilkos. Mégis azzá tették. És az egyetlen volt, akinek nyilvános tárgyalása volt. És beülhetett bárki a tárgyalásra, a külföldi sajtó,
hogy világá kürtőjé, hogy milyen kegyetlen gyilkos is volt a kis doktornő. És miért tették ezt? Hiszen Tóthilon a 6 éves kora óta orvosnak készült. Betegeket akar gyógyítani, és gyógyított is. Summa cum laude végezte az egyetemet. És ápolt, felkelőt, AVH-s, orosz katonát, mindenkit egyaránt, hiszen ezt akarta egész életében gyógyítani. Aztán nem gyógyíthatott. És ma arra kérjük őt, a mennyei orvosi rendelőjébe, hogy most már gyógyítsa 15 millió magyar, mert ez a társadalom csak most ébred, hiszen beteg. Beteggé tették. És hiszem azt, hogy amit mi fegyvere kiharcoltunk, azt a következő generáció, az ifjúság, ha átadjuk, és ráébrednek, hogy a nemzeti öntudatra, és arra, hogy a csodálatos nyelvünk, amivel egyedül vagyunk a világban, ez mind a mi, és ezt nekünk kell megőrizni. És a forradalom véget ért. A fegyverek elhalkultak. De a szellemi küzdelem, az továbbra is folyik. Hiszen még mindig vissza akarják kaparintani a hatalmat azok, akik tönkretették hazánkat, akik megteremtették a szocializmus bitorpályát, akik gyalázták 33 évig a forradalmat. Aztán azt szoktam mondani, hogy az igazságra mindig fényeli. És az 50 éves évfordulóra előkerült két napra. Egy 12 éves gyerekét, Csics Gyuláé, és egy 14 éves fiújé, Kovács Jánosé. És ezek a gyerekek kíváncsiak voltak, mentek az utcára. Mindenfelé jártak. A szávat mentek, és leírták, amit tapasztaltak. És az a döbbenetes, ahogy a Csics Gyula írja az utolszavában, hogy titkosít a nagypapakét. Hogy senki nem titkosította, én magam titkosítottam, mert nem akartam, hogy akár a szüleimnek, akár bárkinek, akiről szó van a naplójában, hogy elkezdjék vizsgálni és felülvizsgálni. Mert azt látta, hogy minden visszarendeződik. És a gyerek azt mondja, csak az igazat írtam, a tiszta igazat. De számomra olyan fontos volt a napló léte, hogy meg kellett őrizni, és ő maga titkosította le. Aztán 50 év múlva előkerül az igazság. És ez a két gyerek a naplójával lemosta azt a gyalázatot a forradalom részvevőiről, amit próbálta belesújkolni az emberekbe. Pusztán azért, mert amikor Kádár stabilizálta a hatalmát, akkor betiltotta az 56 sajtóját. Mert mit mondott a Rádió 56-ban? Hazudtunk éjjel, hazudtunk nappal, hazudtunk minden hullámhosszon. Aztán két hétig nem hazudtak. Mindenek megírta a sajtó. És egy be kellett tiltani. És akinek találtak, rögtönják kettek. Így aztán vagy megsemmisítették, vagy elásták, de olyannyira letitkosították, hogy még a Széchenyi Könyvtár írlaposai sem olvashatták. És amikor valaki kutatott, akkor megkapott egy olyan újságot, hogy ilyen ablakok voltak rajta. Ami 56-ról szólt, az ki volt vágva. És 88-ban megkapták feladatul, hogy nézzék Kátorra a kutatóját.
és kocsira vissza. És teljesen megdöbbentette, hogy mit tanultak az iskolába, és mit olvas a sajtóba. Történéseket. És én akkor írtam meg. Összető újságnak 1956 című könyvét. És most nekünk kell azoknak az áldozatoknak, akik már nem beszélhetnek, csak vádló koponyák, ott lent a földbe, visszaszerezni a becsületüket. Mert az nem lehet, hogy egy nép, aki a szabadságáért harcol, és az életét adta érte, hogy gyalázatba maradjon a végezetig. Nekünk büszkéknek kell rájuk lenni. Amikor ott voltam a sírhalmaházba, amikor vitték őket, mindenki elbúcsúzott, bemondta a nevét, üzenetet hagyott. Csak nem tudtuk, hogy ezeket az üzeneteket ki fogja átadni. Úgy látszik, ezt kaptam feladatul a visszaadott életemmel. És ezt a feladatot halálomig fogom teljesíteni, hiszen erre esküdtem meg a sírhalomházba, mikor elvitték a társamat. És szeretnék búcsúzni egy olyan verssel, amit neki írtam. Vigyázz a hajamra, hóvér! Vigyázz a hajamra, hóvér! Csak most késődtettel. Nem akar hozzossan menni az Úr elébe. Vigyázz a hajamra, hóvér! Most nagy útra megyünk, hol megszűnik minden, mi földi, és elhágy az emlékezet. Siess, hóvér! De vigyázz! A hajamnak ne árts. Méltón akarok menni a társaim után. A hajamra vigyázz, hóvér. Többé már nem fésülhetem. Éltem tükre elhomályosul. Kiontja fényét, hóvér kezed. Hosszú útra megyek a hóvér. Odát várjuk meg társaim. Értünk közös szent harca, fordulva is összefűzzük. Köszönöm. Édesanyám, édesapám otthon remegett, hogyha középiskolásként, nehogy elmenjek október 23-án fiatalokkal, akiket akkoriban felbújtunk neveztek, kintetszik, koszorúzni, emlékezni. Folyamatosan ellenőriztek, hogy én elmegyeket rettegtek attól, hogy kimehetünk az utcára fiatalként. Nem mentünk, aztán 90-ben történt egy változás, és azóta a történelem azt mondja, hogy 1956. október 23-as forradalom volt. Én helytelen még hosszú évek így megtanultam, hogy ez egy elnök forradalom. Emlékszem egy esetre, a téglagyár előtt, a téglagyár előtt, Galatóz utcának mondjuk, hogy éljen október 23. Mindent azonnal kérdezik az iskola udvarra, és nem mondták el, hogy mi történt, jöttek az akkor rendőrök, és ők kérdeznek egy pár ember, hogy tudnak-e elgondolva valamit. Természetesen mi nem tudtuk, susmirogtunk ott a sorokban, képzeld, valaki kiírta ezt a szöveget, mi is ez, hát tudod, az ellenforradalom. Én még akkor kicsi voltam, történelem, még nem tanultam, hogy egyes voltam. És talán napjainkban érezzük meg azt, hogy milyen bátor volt ez a fiatal.
Ma már mondhatjuk, hogy Glória Victis, dicsőség a legyőzöttek. Az eszményeket tovább kell vinnünk, ti már nem fogjátok ezeket az eseményeket megélni, ugyanúgy, ahogy én sem, viszont emlékezni évről évre kell ezekre a hősökre. Megköszönjük. Köszönöm szépen! Évek suhannak, századok szállnak, tovább mint tegnap, üzenem állnak. Előttünk jártak, végcélhoz értek, hitvalló ősök emlékeire. S most eljött számunkra az emlékezés napja, hol szárba szökkent hősök áldozatja. Sírjék a fényes, piros lángok égnek, melyek hőstettekről, más kis rácokról legendát tegélnek. És hála a kegyelem örök istenének, hogy a fénylő gyertyák már szabadon égnek. A második világháború befejeződött, a Szovjetunió szocialista típusú társadalmi berendezkedést kényszerített azokra az országokra, ahonnan a vörös hadsereg bűzte ki a náci megszállókat. Leereszkedett a vasfüggöny. Magyarországon felszámolták a politikai pártokat, bevezették az egypártrendszert. A párt ideológiája telepedett rá a gazdaságra, a kultúrára, a mindennapi életre. Üldözték a vallást, Isten helyett a párt vezetőjét kellett éltetni. Tilos volt a hazaszeretet. Megváltoztatták a magyar címet, elvették nemzeti ünnepünket március 15-én. Felszámolták a magántulajdont, bevezették a tergazdálkodást. A pártnak a szembe szegülőket bíróság elé állították, megölték. Kémnek hazárulónak nevezték azokat, akik nem törték a megaláztatást, akik nem töröltek bele politikai jogait megszüntetésébe. A tisztelet, hogy nyílik még a sárga rózsa, azt hiszed, hogy hallgatunk a hazug szóra. Azt hiszed, hogy mindig mindent megbocsájtunk, azt hiszed, hogy megtagadjuk minden álmunk, minden álmunk. Virágok összfelelteni, tudom szép volna kedvesem, virág sincsen, te sem vagy már, miért hagytuk, hogy így legyen. Hogy minden rendben bárki szép. Elnehitt, hogy megváltoztunk vezényszóra. Elnehitt, hogy nyílik még a sárga rózsa. Sárga rózsa. Virágok közt veled lenni, tudom szép volna kedvesem. Virág sincsen, te sem vagy már. Virágok közt veled lenni, tudom szép volna kedvesem. Virág sincsen, te sem vagy már, nem ad választ ma senki sem. 1956. október 23-án a budapesti műegyetemisták tüntetést hirdettek a Magyarországot törölő sztálinista rendszer ellen. A pártvezetésnek sem bátorsága, sem ereje nem volt a demonstráció megakadályozására.
Délután a diákokhoz csatlakoztak a munkások Budapest lakossága. Több százezres tömeg tüntetett a bentéren, majd a parlament előtt, ahol Nagy Imre beszéden nem volt képes lecsendesíteni az embereket. Késő este épület védelmére rendelt karhatalmisták tüzet nyitottak a tömegre, mely válaszul fegyvert szerzett és ostrom alá vette a rádió székházát. A Békésen indult tüntetés ezzel fegyveres felkelésé változott. Hajnalban szovjet páncélosok érkeztek Budapestre, megjelenésük azonban nem tört le a megmozdulást, sőt kiszélesült az ellenállók tábora. A felkelés nemzeti szabadságharcá is vált. Forradalmi tanácsok vették át gyárak és egyéb munkahelyek, miként települések, sőt egyes megyék irányítását is. Október 23-án az egyik leggyakrabban játszott darab Beethoven Egon hitánya volt. A mű a magyar hallgatókban összefolt az 1956-os forradalommal. November 1. napjaiban a fegyveresek és a forradalmi testületek egyaránt
mert elismerték a kormányt, elrendelték a munkafelvételt, és megkezdődött a forradalomhoz fő karhatalom, a nemzetőség felállítása. Mindeközben azonban a magyar koalíciós kormány túllépett a Szovjetunió számára elfogadható reformok szintjén. Az USA és a nyugati nagyhatalmak pedig kifejezték, hogy egyetértenek Magyarországgal, de nem nyújtanak segítséget annak. A szovjetek politikai vezetői is a katonai támadás mellett döntöttek. A döntés számos tényező indokolta. Az egyik fő indok az volt, hogy Magyarország ki akart lépni a Varsói szerződésből. Ezért a szovjet pártvezetés október 31-i ülésén úgy döntött, hogy megszegi a tűzszünetet és leveri a magyar forradalmat. November 4-én pedig minden megváltozott. Megkezdődött az orosz csapatok bevonulása és akcióba lépése. A Szovjetunió 16 hadosztállyal és 2000 harckocsival szállta meg Magyarországot. Hamarosan valódi háborús helyzet alakult ki. A koranegeli órákban már a város szinte minden kerületében szovjet ágyuk és harckocsi lövések robaja hallatszott. A szovjet harckocsik nem tettek különbséget a katonai és polgári célpontok között. A Nagykörúton és még máshol egyenesen a lakóházakat lőtték. A lakosság az óvóhelyekre menekült. A magyar jogköztársaság minden tanácsának elnöke. Ma hajnalban a szovjet csapatok támadást indítottak a fővárosunk ellen, ezzel a nyilvánvalóság mint kormány, hogy megszerzik a törvényes magyar demokratikus kormányt. Csapatai harcban állnak. A kormány a helyén van. Köszönöm az ország hűtővel, úgy a világ köszönhetőjével. Köszönöm szépen!